Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket ma este is. Ma ezt a kanapés megoldást választottuk, de reméljük azért így is lát minket mindenki. Ma esti vendégünk Algai Heszna, riporter, külpolitikai újságíró, Magyar Televízió munkatársa, aki főleg konfliktus zónákból adott riportjai által vált ismerté. Ezzel szemben sokszor hallhattuk már tőle, hogy nem annyira haditudósítóként, sokkal inkább háborús övezeteket megjárt tudósítóként apostrofálja önmagát szívesen. Számos díj birtokosa, köztük a Camera Hungária Prima Primissima díjaké, 2010-ben jelent meg Háborúk földje című riportkötete, és emellett az MTV a Bábel című riport műsorának szerkesztő műsorvezetője, ami két heti rendszerességgel nagyon izgalmas témákat vett föl. És hát nagyon sokan, nagyon sok mindent kérdeztek már Hesznától, de azt hiszem mindenkinek megvannak a maga kérdései, amiket szívesen tenne föl neki. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most ezt meg is tehetem. De ti is készüljetek, mert a beszélgetésünk végén rajtatok a sor, hogyha bármi felmerülne bennetek útközben, akkor azt tartogassátok, és tegyétek föl Hesznának a végén. És azt hiszem, hogy nagyon sok mindenne lehetne elkezdeni ezt a beszélgetést, de talán maradjunk a jelenben. Haditudósító, tudósító, riporter, számos titulus, de mi az, ami most a jelenben leginkább meghatározza az identitásodat? Ahogy és mindenek előtt szeretnélek köszönteni titeket, önöket. Köszönöm a meghívást is. Pont ahogy végig sétáltam a Gosd udvaron, az jutott eszem, hogy de rég voltam itt este, és de rég buliztam egy jót, és aztán így észrevettem azon filózok, hogy és milyen soká fogok egy jót bulizni, ugyanis éppen 6 hónapos a kislányom, és még szoptatok, tehát egyelőre az alkoholtól tartózkodnom kell. Anélkül meg persze az ember nem veti bele olyan könnyen magát az éjszakába, de és akkor ezen elkezdtem gondolkodni, hogy amikor először megint kimegyek terepre forgatni, ez az anyai ösztön, hogy rögtön az jutott eszem, hogy lehet, hogy nem is tudnám úgy elengedni magam, hogy még olyan kicsi a kislányom, és ezt az anya szerepet így hirtelen így átéreztem, ami nem ilyen evidens, mert ugye a napi rutinban, ugye a nap 24 óráját vele töltöm, én nem gondolkodom ezen, hogy én most éppen anya vagyok, vagy nem anya, vagy mit csinálok, minden úgy természetesen jön, és amikor így kicsit kiszakadok így a napi rutinból, akkor most vettem észre magamon ezt az érzést. Úgyhogy azt gondolom, hogy most ez tölti ki az életemet, de most úgy néz ki, hogy újraindul a Bábel valamikor januárban, január-február környékén, úgyhogy most sokat agyalok azon, hogy ezt hogyan fogom összeegyeztetni, hogy milyen lesz ilyen érzéssel, ilyen fejjel dolgozni, forgatni. Úgyhogy én nem hiszek abban, hogy az, ahogy szültem, és van egy kislányom, akkor most már nekem mindent fel kell adnom. Én azt gondolom, hogy ő a prioritás, és ő az első, de a férjemmel elég rugalmasan kezeljük a mindennapokat. Már most utaztunk vele elég sokat, szerencsére azért elég stram kislány. Meg mi is próbáljuk úgy szervezni a hétköznapokat, hogy neki is jó legyen. Nyilván hatással lesz valamennyire ez a hivatásodat illetően, de hogy például a témaválasztásaidban, hogy érzed, ez lesz befolyásoló erő, hogy most már édesanya vagy? Biztosan szerintem azért is, mert hogy a Bábel témáit mindig úgy válogattuk ki, hogy összeült a kis tábunk, és agyaltunk, és mindig azok a dolgok vetődtek fel, amiken sokat gondolkodtunk azokban a napokban, hetekben, hónapokban. Mindig ilyen szívből jövő témák voltak, amik tényleg foglalkoztattak minket, úgyhogy meglepne, hogyha így ne kerülne elő valamilyen anyasággal kapcsolatos téma. Olyan szinten is befolyásolni fogja, hogy nekem azért ez egy olyan válaszút is az életemben, amikor ha tetszik, ha nem, el kell hagynom a háborús tudósítós részét az életemnek, amiről egyébként azt hittem, hogy nagyon-nagyon könnyű lesz, mert valahogy én olyan magabiztosan nyilatkoztam mindig ezt a terhesség előtt, a szülés előtt, hogy majd ha lesz egy kislányom, hát biztos, hogy nem is fogok soha többet háborúkba vágyni, hát az ember értékrendje átalakul, és hát egyébként is, és tényleg átalakul az ember értékrendje, de az az érzés, az a motiváció, tehát amikor hallom, hogy mi történik Irakban, vagy a gázövezetben, és hogy
Tehát ez a hirtelen összeugrik a gyomrom, és fú, el kéne indulni holnap, és ott lenni, és látni, és dokumentálni, az nem múlik el. Tehát ezt tévesen gondoltam. Aztán jön a következő, már racionális érzés, hogy nem. Tehát nem tudnám őt itthon hagyni, és szerintem már nem is tudnék úgy működni a terepen sem, hogy tudom, hogy ő itthon van. De lehet, hogy ezekbe a dolgokba később részletesebben bele akarsz menni, úgyhogy nem akarok előre szaladni. Ugye eszembe jutott a körülbelül másfél évvel ezelőtti TEDx Danubiás előadásod, az ugyan egy 15 perces előadás volt, de így nem, szerintem nem hagyhatjuk ki, hogy az üzenetét fel ne idézzük, mert hogy voltak éppen említetted többek között azt is az előadásban, hogy amit a legtöbben kérdeznek meg tőled, amire a legtöbben kíváncsiak, az, hogy lehet az, hogy nem féltél akkor, amikor a háborús övezetekből tudósítottál, és szerintem nagyon érdekes, hogy erre milyen választ adtál ebben az előadásban. Igen, mert akármilyen meglepő, tényleg mindenki azt hiszi, hogy én nem szoktam félni, és ezzel állítanak le a legtöbben azután, hogy te hogy nem szoktál félni, és akkor én így visszakérdezek, hogy miből gondolod, hogy nem szoktam félni? Hát mert odamész, és én mondom, hogy igen, az egy dolog, hogy az ember odamegy, de én soha nem szoktam azt mondani, hogy nem félek, mert szerintem pszichopata lennék, ha nem félnék. Mert szerintem az egy pszichopata elmeállapot, amikor az ember tudja, hogy lőnek körülötte, vagy adott esetben rámehet egy aknára, és nem fél. Szerintem az különbözteti meg azokat az újságírókat, akik ilyen helyre mennek, meg azokat, akik inkább nyugisabb terepre mennek, hogy ki hogy tud egy ilyen fajta lelkiállapotot feldolgozni, vagy egy ilyen lelki nyomás alatt működni. Mert van, aki rosszul, van, aki nehezen viseli, és éppen ezért talán rossz döntéseket hoz, talán nem tud olyan higgadt maradni. És hál' Istennek meglepő módon én, amikor először kerültem ilyen helyzetbe, akkor kiderült rólam, hogy én tudok, és ez nem könnyű feldolgozni, tehát akármilyen furcsán is hangzik ez, amikor én először szembesültem azzal, hogy én tudok ilyen helyzetben dolgozni, kicsit csalódtam is magamban, mert én sokkal empatikusabbnak gondoltam magam, azt gondoltam, hogy ez egyébként Darfurban volt ez a sokkoló felismerés, ami az első ilyen igazán rázós helyszín volt, ahol forgattam. És emlékszem, hogy szörnyű körülmények között dolgoztunk Rácz Laci operatőr kollégámmal, aki akkor már sok éve dolgozott ilyen terepen, nekem az első ilyen megrázó válságövezet volt, és hát nehéz leírni azt, amikor az ember haldokló gyerekeket lát, és szóval az a tehetetlenség, az a rossz érzés, hogy ott vagy, látod, és forgatnod kell, és azért vagy ott, hogy ezt az egészet egy történetbe foglald és hazavid. És én képes voltam csinálni a dolgomat, forgattunk, kérdeztem, mentem, stb. És a nap végén szinte ilyen rám zuhant az az érzés, hogy én hogy voltam képes ezt a napot végig dolgozni, és nem elbőgni magam 10 percenként. Amilyen érzés kerülgetett, mikor letettük a kamerát, mert akkor így végig gondolva, főleg az egyik legdurvább pillanat, amikor visszanézem a fotóimat, vagy a felvételeket, és akkor sokkal jobban van időm átélni, érzelmileg is, amit látok. Mert valahogy van egy olyan adrenalin az emberben, ami napközben hajt, például háborús övezetben is, és ez egyébként a veszélyérzetet is csökkenti, ami így hajt tényleg, hogy csináljam a dolgom. És akkor este, amikor így végig gondoltam ezt, akkor így elgondolkodtam, hogy ez nem gáz, hogy én nem török összettől napközben. És akkor erre Rácz Laci kollégám mondta, hogy hát figyelj, Heszna, ez azt jelenti, hogy tudsz ilyen körülmények között dolgozni, örülj neki, de ez nem azt jelenti, hogy ez majd nem fog valahol visszaütni, mert ezeket az embereket, a dolgokat, ezeket úgyis elraktározza akkor is, hogyha ezzel nem feltétlenül van tisztában. És annyira igaza volt, hogy azóta is érdekes, hogy van, amikor még aznap azon a helyszínen, ahol vagyunk, este omlik rám ez a dolog, van, hogy csak ha hazajöttünk, és így hirtelen leadtam az összes riportot, és úgy hirtelen ilyen légüres térbe találom magam, és akkor jön rám ez az egész folytogató rossz érzés. De ez tényleg, hát nekem éveken át annyira durva rémálmaim voltak, hogy azt gondolom, hogy ez is egy ilyen mentális megtisztító folyamat volt, ami azt jelentette, hogy oké, hogy tudok ilyen helyzetben dolgozni, de ez nem azt jelenti, hogy ennek nincs ára. Azt is mondtad abban az előadásban, hogy ez egyfajta katalizátorként is tud működni maga a félelem, ami így kihozza
persze akár a legrosszabbat is, vagy a legjobbat is az emberből. Igen, mert a kérdésedre végül nem válaszoltam, itt elkanyarodtam a sztorizásba, igen. Tehát ezért gondoltam azt, hogy ez egy jó előadás téma lenne, hogy miért kérdezi mindenki azt, hogy nem szoktam félni. És erre én ugye kifejtettem, hogy már pedig félek, de vajon miért gondolja mindenki azt, hogy nem félek? Vagy legalábbis nagyon sokan. És Feldmár András neve gondolom ismerősen cseng egyébként nektek is. Ővele is beszélgettem erről az egész jelenségről, és én magam is sokat analizálgattam magam, meg ezt az egész kérdést, és több verzió is lejátszódott bennem, de valahogy az volt az érzésem, hogy nagyon sok ember, aki oda jön csillogó szemmel, hogy milyen pici kislány, törékeny kislány, tehát még most is nagyon sokan kislányoznak, hogy te hogy nem félsz, meg miért mész ilyen helyekre, meg ilyenek, és akkor így, hogy meséljem el, hogy én ezt hogy csinálom, mintha én tudnék egy ilyen titkos receptet a félelem nélküli életre, vagy hogy hogyan lehet megszabadulni a félelmektől. És ezért az előadásban tulajdonképpen azt boncolgattam, amivel egy egész bábelt megtöltöttünk, sőt, 4 bábel foglalkozott a félelem kérdésével, annyira a hatása alá kerültem ennek a félelem kutatásnak, hogy az emberek félnek félni, pedig a félelem az egy tök jó dolog, mert ez egy természetes érzés, és akkor van baj, hogyha az ember elkezd félni a félelemtől, amikor megpróbálja elnyomni ezt az érzést. Persze a mumusok ott vannak, csak ezért, hogy ne féljen az ember, nem vesz tudomást róla. Pedig ki kell lépni oda, és szerintem az embernek rá kell jönnie arra, hogy mitől fél, mert akkor tud szembesülni. Ami nagyon rossz, az az aggodalom és az a szorongás, mert a szorongás, ezt egy futurológus fogalmazta meg, annyira tetszik, az a félelem megszorozva a képzeletünkkel. A szorongás az egy olyan félelem, aminek nincs konkrét tárgya, hanem valahogy ott lebeg, és se időben, se tárgyilag nincs behatárolva. És éppen ezért nyomasz minket, hiszen azzal nem tudunk szembesülni, mert nem kézzel fogható, nem is feldolgozható. És a szorongás az pusztító érzés, az úgy szépen biztos ti is szoktatok szorongani dolgokon, legalábbis én szoktam, és ilyenkor mindig így próbálom így emlékeztetni magam erre, hogy a szorongásnak nincs értelme. És néhányan azért összekeverik ezt a két érzést, és szerintem a félelem az egy tök normális érzés, és amikor így elmesélem embereknek, hogy szoktam félni, igen, persze, de oda megyek, és próbálom egyrészt fatalistán felfogni a dolgokat. Én valamiért nagyon hiszek abban, hogy minden úgy történik, ahogyan kell, és sajnos azt is látom magam körül, hogy nem kell adott esetben a lábamat se kitenni a lakásból, hogy akár egy tragédia történjen. És azt is látom, hogy egy ilyen nagyon sokkoló kis momentumot ez, hogy mondjam el, hogy ez egy folyamat, amíg az ember elkezd ilyen helyekre járni, és aztán, hogy legközelebb is elmerjen indulni. Pont az izraeli gázai eseményekről forgattunk, a gázai határon álltunk, és hát az is egy ilyen megrázó élmény volt 2 hétig abban a szituban lenni, és annak ellenére, hogy mondjuk nem feltétlenül a legveszélyesebb esemény volt, ahol forgattam, de azért voltak veszélyei is. És pont akkor hallottuk, hogy az egyik filmsztárnak a gyereke meghalt abban, vagy azért, mert elcsúszott a fürdőkádban. És ez annyira abszurd, amikor egy háborús övezetben van az ember. Egy ilyen teljesen furcsa és nagyon-nagyon elképesztő módon egy olyan érinthetetlen rétegéből a társadalomnak, ahol az ember aztán pláne nem gondol egy ilyesmi megtörténet, hogy az ember így elkezd gondolni, hogy jesszusom, ez nagyon furcsa egy háborús övezetben így a halálnak ezzel a módjával így találkozni, és akkor is, szóval ezek így mind megerősítettek bennem, hogy szerintem ahhoz, hogy én végig tudjam csinálni ezt a dolgot, és ezt a szakmát űzni tudjam. Nincs is nagyon más választásom, mint hogy fatalistán gondolkodjak, és elhiggyem azt, hogy a baj az ott, az itthon is megtörténhet, hogyha nekem racionálisan végig gondolva jó eséllyel túlélhető az az út, amire el szeretnék menni, akkor mennem kell. De ez nem azt jelenti, hogy mindenbe beleugrok. Tehát azért ez azt jelentette mindig is, hogy végig gondoltam, átbeszéltem a kollégámat. Sosem mentünk el úgy egy operatőre, hogy mind a ketten ne lettünk volna biztosak, hogy mind a ketten akarjuk. A helyszínen nagyon sok múlik azon, hogy az ember a helyszínen mennyire átgondolja a következő lépést, mennyire jó döntéseket hoz, milyen információforrásokat használ. Tehát azért ott is nagyon sok helyzetben lehet jól és rosszul dönteni. Tehát nem azt mondom, hogy,
hogy akkor na elindulok, aztán én úgyis golyóálló vagyok, és stb. Ha meg kell halnom, hát meghalok, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy az a racionálisan elgondolva a kockázatokat, ha úgy ítélem meg, hogy ki lehet menni, akkor muszáj egyfajta ilyen fatalista köpönyeget magamra vennem, mielőtt elindulok. Talán el is érkeztünk ahhoz a kérdéshez, amit valószínűleg a legtöbbször tettek fel eddig neked, de most még egyszer felteszem, hogy miért pont a konfliktus zónák? Tehát, hogy milyen céllal indultál el egy-egy utazásodra? Mi motivált? Nagyon furcsa az egész történet, hogy én hogy keveredtem egyáltalán az újságírás közelébe. Én ugyanis jogi egyetemet végeztem, és azért döntöttem a jogi egyetem mellett, mert nem nagyon tudtam még 17-18 évesen, hogy mivel szeretnék foglalkozni. És egy évet középiskolát Amerikában tanultam, ahol az irodalom órán az volt az egyik feladat, hogy a falon lévő festmények közül egyet ki kellett választani, és írni egy történetet róla. És én akkor írtam először igazából egy ilyen kis kvázi novellát, és olyan misztikusnak tűnt előtte, és valahogy annyira élveztem, hogy egy ilyen tök jó kis történet kerekedett ki, hogy elkezdtem novellákat írni utána. Valamiért elindultam az abszurd novella irányába, és aztán besétáltam egy szerkesztőségbe ezzel a novellával. Nem akarok most a részletekbe nagyon belemenni, a lényeg, hogy ott ragadtam a Népszabadságnál, és aztán így kezdtem belekóstolni az újságírásba. Aztán elkerültem a tévéhez, és ahol hirtelen itt a mélyvízben találtam magam, ugyanis Krudinák néhány hónappal korábban ment nyugdíjba, és mint arabos, ezért rögtön bedobtak a mélyvízbe a Híradónál és a Panorámá szerkesztőségében is, bár igazából még csak néhány hónapja dolgoztam ott, amikor ugye a terepre még nem mentem ki, hiszen nem volt forgatási tapasztalatom, de Szíriában voltunk egy családi látogatáson szüleimmel és a hugommal, édesapám szíriai, úgyhogy sokat jártunk mindig is Szíriába, és akkor halt meg Arafat. És hát egész Damaszkusz felbojdult, nagyon sok palesztinél Szíriában, és apukámnak volt egy ilyen remek ötlete, hogy hát Heszta, béreljünk már egy kamerát, meg szerezzünk egy operatőrt, hát itt vagyunk a történelem közepén, nehogy már egy panorámának dolgozom. Mondom, jó van, apu, hagyjál, mert nem forgattam még soha ilyen eseményekről, mondom, nem hiszem, hogy most így zöldfüllyen kéne elkezdem. De, hívd fel a főnököt, kérdezd meg a véleményét. Hát a főnököm meg azt mondta, hogy hát jó van, ha nem jó, max nem adjuk le. És akkor végül is ilyen alapon szereztünk operatőrt, szereztünk kamerát. Nagybátyám szintén újságíró, úgyhogy neki voltak elég jó kapcsolatai palesztin vezetőkhöz, és hát minden adott volt, hogy egy baromi jó riport összeálljon, hát baromi jó az ahhoz képest, hogy az volt életem első riportja. És ez olyan lökést adott, hogy ez jól sikerült, hogy aztán utána elmertem indulni, akkor azt hiszem, igen, Szudán volt a következő, tehát az már egy nagy falat volt azért Szudánba indulni, tehát igazából onnan származtatom az egész vonzódásomat a közel-keleti térséghez, hogy természetesen mindig volt bennem egyfajta ilyen motiváció, hogy megmutassam, hogy ott hogy élnek az emberek, milyenek a fiatalok, stb. Mert azért egész gyerekkoromtól kezdve olyan elképesztő sztereotípiákkal, általánosításokkal találkoztam, hogy tehát abszolút hihetetlennek hangzik, remélem legalábbis, hogy annak hangzik, de még egyetem alatt is kaptam ilyen kérdéseket, hogy nem félek-e kimenni Szíriába, mert hogy majd apukám elad egy kecskéért. Tehát így annyira durva, hogy mi él az emberek fejében az arab térségről, pláne Szíriáról, ami a sajnálatos mostani háborúig szerintem az egy világ egyik legbiztonságosabb és leggyönyörűbb országa volt. És ez így dolgozott bennem, és az, hogy lehetőséget kaptam kamerával kimenni, ez egy borzasztóan jó érzés volt, és aztán jöttek egymás után. Hát igen, és sajnos az arab országokban elég sok konfliktus van, tehát nagyon adott volt, hogy ez azt jelentette, hogyha Libanonban háború tör ki, akkor Libanonban háborút mentem forgatni. Tehát bennem nem volt gyerekkoromban egy ilyen kis kép magamról, hogy én majd rohamsisakkal a fejemmel rohangálok, ha egyszer nagy leszek. Ez így lépésről lépésre adódott. Egy interjúban olvastam, hogy kérdésre válaszoltad, hogy mennyire nehéz még egy békehelyzetben is megértenünk nekünk a közel-keleti országokat, nemhogy a háborúikat, és hogy fontosnak tartod a tájékoztatást, erről lehetséges megértenünk innen szemlélve őket?
Hát azt hiszem, hogy a jelenlegi helyzetnél jobban semmi sem bizonyítja azt, amit én évek óta mondok, és sokan nem nagyon akartak ebben hinni, vagy így elutasították ezt a dolgot. Sokan még most is elutasítják, de én még mindig is azt mondtam, hogy oké, hogy távol van a Közel-Kelet, az arab világ, de mégis nagyon közel. És egyszerűen manapság szerintem már nem tehetjük meg ebben nem szeretem ezt a kifejezést, de ebben a globalizált világban, hogy külön egységként kezeljük ezeket a dolgokat, mert minden mindennel összefügg és visszahat ránk. Tehát nem csak azért, mert mondjuk azt gondolom, hogy kulturálisan szerintem fontos, hogy ismerjünk meg más kultúrákat is. Jó, ha valakit nem érdekel, ez egyéni dolog, egyéni ízlés, de egyszerűen a mi mindennapjainkra is visszahatnak azok a dolgok, amik ott történnek, és akkor, hogyha a jelenre visszakanyarodunk, nézzük meg azt, hogy most Nagy-Britannia milyen helyzetben van, hogy azáltal, hogy a Közel-Keleten, hogy Szíriában így alakultak az események, hogy Szíria egyharmadát elfoglalta már lassan az iszlám állam, hogy Irakban mi a helyzet, hogy mennyi európai fiatalt képesek toborozni, beszippantani ebbe a szörnyű dologba, akik előbb-utóbb haza szeretnének térni. Tehát, hogy egyszerűen annak a térségnek a története visszahat Európa történetére is, és azt a sok, hogy is mondjam, azokat a felhőket, vagy nem is tudom, inkább a tudatlanságot, vagy nem is tudom. Szóval nagyon sokan abszolút semmit nem tudnak arról a térségről, és éppen ezért az információ hiány vezet sokszor ahhoz, hogy előítéletes és negatív képet kapunk egy-egy országról. És sajnos mindig a negatív hír a szenzáció, tehát hogyha valami történt abban a térségben, arról minden híradó beszámolt, de arról, hogy ott hogy élnek az emberek, miről álmodnak, hova járnak, bulizni, dolgozni, stb. Tehát a mindennapokról meg általában abszolút nem lehetett hallani. És szerintem pontosan ez a lényege ennek az egész globalizált világnak, hogy egy picit lássuk azt, hogy ott is milyen emberek élnek, hogy nem feltétlenül különbözik az ő életük és értékrendjük a miénktől, de ha meg igen, akkor ne a mi értékrendjünkkel próbáljuk azt megítélni. Tehát ezt látom a legnagyobb problémának, hogy amikor valamiről hallunk, akkor mindig a saját európai, magyar értékrendszerünk alapján ítéljük meg azt, hogy az jó vagy nem jó. És nem gondolunk bele abba, hogy egy másik értékrend is lehet jó, attól függetlenül, hogy más, mint a miénk, mert ott más hagyományok alapján élnek az emberek. Tehát én ezért tartottam fontosnak, és ezért gondolom azt is, hogy szerintem valamilyen szinten igenis nem izolálhatjuk magunkat a világ többi részétől. Gondolom, hogy nehezen megválaszolható kérdés, de hogy meg lehet-e vajon ezt fordítani? Hogy van-e arról valami intuíciót, hogy vajon egy Közel-Keleten élő ember mit lát, észlel, fogad el mondjuk a nyugati világból, hogy létrejöhet-e mindkét irányból valami fajta megértés, vagy erre még egyelőre nincsen recept? Hát a receptet illetően nem tudom, de az biztos, hogy ugyanazok a mechanizmusok dolgoznak kint is. Tehát én mindig azt is ugyanúgy elmondom, hogy én ugyanúgy, hogy az magyar vagy az európai emberekben vannak ilyen téves elképzelések az arab világról, ez fordítva is így működik. Sőt, hogyha Afrikát veszük, ugyanígy. Tehát az arab országokban is vannak olyan úgymond sztereotípiák, vagy ilyen előítéletek a nyugati világgal kapcsolatban, amelyek nem helytállóak, és ezért ez egy ilyen kettős misszió, tehát amikor kín vagyok, és engem európaiként kérdeznek, akkor én ezeket is próbálom eloszlatni. Ugyanakkor persze sokkal nagyobb az érdeklődés és a nyitottság a nyugati világ felé, hiszen azért, hogyha megnézzük az internet, a műholdas tévék, mindennek köszönhetően azért ömlik rájuk a nyugati kultúra, tehát akkor is kapnak belőle, ha nem kérnek, és azért számukra ez megkerülhetetlen. Úgyhogy ilyen szinten abszolút persze van nyitottság, meg megérdeklődés. Inkább azt érzem ilyen nagyon sarkalatos pontnak, hogy ugye ezt az egész bevándorlás kérdést Európa hogy fogja kezelni, ugyanis azért, ha azt látjuk, hogy nagyon sokan jönnek és próbálnak letelepedni Európában, Magyarországon még nem olyan szinten, mint mondjuk Nyugat-Európa vagy Dél-Európa országaiban, azt látom egy nagyon fontos megoldandó problémának, hogy ezt Európa hogy fogja kezelni, mert azt látom, hogy ennek köszönhetően, és annak köszönhetően, hogy
egyes bevándorlók nem is feltétlenül próbálnak beilleszkedni a társadalomba, és ezáltal megnehezítik azoknak a bevándorlóknak a helyzetét, akik szeretnének beilleszkedni. A nyugati és a dél-európai országokban a tolerancia borzasztóan csökken, és éppen ezért kevésbé nyitottak az arab világ a közel-kelet problémáira nagyon sokan, vagy próbálják távol tartani magukat. Tehát olyan folyamatok zajlanak szerintem ezekben az években, amik aggodalomra adnak okot, és hát folyik is a dilemmázás nagyon-nagyon sok felsőbb, hogy is mondjam, szervezetnél, vagy olyan szervezetek is jönnek létre, amelyek külön a dialógus, hogy is mondjam, előre mozdításán dolgoznak, és bevonnak nyugati, arab, mindenféle embereket, de hát hogy mondjam, ez hosszú út lesz. Ez a kétoldalú perspektíva, ez talán felveti az objektivitás kérdését, hogy létezhet-e, lehetséges-e az objektivitás egy ilyen helyzetben, amikor tudósítasz mondjuk egy háborús övezetben, hogy lehet elfogulatlannak lenni? Muszáj elfogulatlannak lenni, de persze én is ember vagyok, vannak gondolataim, vannak érzéseim, de hogyha én híradósként megyek ki egy háborúba, akkor nekem ezeket félre kell tennem. Tehát ez egy olyan érdekes vékony jég, amin az ember mindig táncol tudósítóként, ami könnyen beszakadhat, hogyha nem figyelünk oda. Úgyhogy ez legalább annyi koncentrációt és energiát igénybe vesz, mint az, hogy önmagában az, hogy egy háborús térségben forgatok, és hogy túléljük a helyzetet, mert hogy mondjam, a szíriai származásom miatt nekem nem duplán, hanem triplán kell elfogulatlannak lennem. Főleg, hogyha közel-keleti konfliktusról tudósítok. De emellett van egy olyan sajátossága is a háborúknak, tehát nagyon fontos, hogy milyen háborúból tudósítok, és ez azért fontos, mert manapság elsősorban aszimmetrikus háborúkról beszélhetünk, ahol nem feltétlenül láthatók a frontvonalak, nincs A és B oldala egy konfliktusnak, hanem például, hogyha az afganisztáni helyzetet, vagy mondjuk egy líbiai felkelést nézünk példaként, akkor tulajdonképpen az események egy országon belül zajlanak, és van a klasszikusabb felosztás, például mikor az izraeli-libanoni háborúról tudósítottam 2006-ban, ott viszont van egy klasszikus frontvonal, ahol ugye már ott kezdődik eleve a nehézség, hogy melyik országba megy az ember. Mert már ugye azzal, hogy mondjuk, ha csak egyik országban van tudósító, akkor már ez az egész, hogy mondjam, objektív tájékoztatás valahol csorbul. Tehát voltam én is ilyen helyzetben, például konkrétan ebben a háborúban, amikor borzasztó nehéz volt, hogy én Libanonban voltam, és én az ottani eseményeket láttam, és nekem arról kellett beszámolnom, de mivel nem volt az első napokban senki még Izraelben, valahogy arról is tájékoztatást kellett adni, és ez egy nagyon nehéz helyzet volt a szerkesztőséggel ezt megoldani, hogy a néző a nap végén objektív információt kapjon mind a két oldalról. Aztán persze ezt ki lehet azzal küszöbölni, hogy mind a két országban megy egy tudósító, de valóban nehéz egy ilyen helyzetben megoldani, hogyha mondjuk erre nincs büdzsé, vagy lehetőség, vagy nem lehet bejutni az egyik országba, mert azért ilyen is van. Az aszimmetrikusabb helyzetekben valamivel könnyebb ez a dolog, de onnan azért nehéz objektív, hogy is mondjam, mondjuk vegyük az izraeli-palesztin konfliktus, mert hiába próbál az ember mondjuk ugyanannyi embert megszólaltatni egy-egy riportban, mind a két oldalról, egyszerűen óhatatlan, hogy néha a képek sokkal, hogy is mondjam, sokkal erősebbek az egyik oldalon. Tehát amikor mondjuk forgatok egy bizonyos szituációról, és ott van az egyik oldalon mondjuk egy ledózerolt palesztin bácsinak a háza, a romok, ahogy minden oda ki van hajítva, és ott sír a köveken, és hiába beszélek mondjuk a biztonsági helyzetről egy másik családdal, aki elmondja az aggájait mondjuk egy kőháznak a nem tudom, berendezett nappaliában, azért az nem ugyanaz lesz. És ezért nagyon nehéz, ugye, mert nekem mondjuk kimegyek egy ilyen forgatásra egy hétre,
próbálok olyan sok emberrel beszélni, amennyivel csak lehetséges, olyan sok oldalról megközelíteni a konfliktust, ahogy csak lehetséges. Hazamegyek, megpróbálok egy ilyen 10 perces összeállítást készíteni erről. Ugye akkor felmerül a kérdés, hogy én, hogyha mesterséges egyensúlyt akarok azért létrehozni, hogy ez úgymond egy objektív riport legyen, akkor már belenyúlok abba, hogy hol erősebbek a képek, hol erősebbek a szavak és az érvek, hiszen azzal, hogy én így kvázi mérlegre pakolgatom a dolgokat, már valahol nem feltétlenül az egyébként valós képet sugallom. Tehát, és nincs is erre recept, tehát azért nagyon nehéz ez az egész, mert minden egyes konfliktus helyzetben és minden egyes tudósításnál ezt egyénileg kell végig gondolni. És az ember ösztönösen kell, hogy érezze, hogy tulajdonképpen hol van az egyensúly, ami a valóságot tükrözi. És azért nekem is voltak emiatt álmatlan éjszakáim, hogy amikor azon gondolkodtam, hogy jól húztam meg, nem jól húztam meg, hogy megtaláltam ezt az egyensúlyt. És mivel ez nem egy objektív dolog, ezért nagyon nehéz megítélni is objektívan. De hál' Istennek én általában arról mértem le azt, hogy sikerült-e, hogy mennyire utálnak vagy szeretnek az egyes oldalakon is. Amikor az ember mind a két oldalról kap dicséretet és szidalmat is, akkor azt gondolom, hogy úgy nagyjából sikerült belőni. De még egy picit visszatérve, hogyha objektivitásról beszélünk, ami nagyon nehéz egy háborús tudósításban, hogy az embernek az információit, ugye azt mondják, három forrásból kell ellenőrizni. Hát egy háborús szituációban, amikor tulajdonképpen az az első egy háborúban, hogy egymás infrastruktúráját megpróbálják porig rombolni, tehát adott esetben nem működnek a telefonvonalak, lekapcsolják az internetet, sokszor a mozgást is nagyon ellehetetlenítik, ugye sokszor egy információforrást is nehéz szerezni, nem hogy három helyről ugyanazt megerősíteni. Úgyhogy ez is egy nagyon nehéz dolog. Meg az, hogy ugye kik azok az információforrások, akiket használsz, mert például Líbiában, amikor a felkelésről tudósítottam, az első alkalommal Bengáziba, a második alkalommal 2011-ben Tripoliba mentünk, és hát ugye akkor már az arab tavasz x-edik állomása volt Líbia, addigra már mindenki nagyjából tudta, hogy mivel lehet nehezíteni vagy könnyíteni az újságírók dolgát, és külön erre egy infrastruktúrát építettek fel a kaddafista kormányerők, hogy hogyan próbálják félrevezetni az újságírókat, milyen embereket raktak be, vagy próbáltak becsempészni az újságírók közé a médiacenterbe, akik aztán volt, hogy néhány újságíró stábot elvittek aztán olyan helyre, ahol ők nem feltétlenül szerettek volna menni. Úgyhogy, és voltak ennél sokkal szofisztikáltabb félrevezetések is, tehát nagyon-nagyon résen kell lenni, és ez megint csak azt mondom, hogy nagyon sokszor az ösztöneinkre is kell hallgatni, hogy kinek a kocsiába ülünk be, és kivel állunk szóba, és tényleg mindent visszaellenőrizni, mert nagyon könnyű tévútra menni. Sokat vitatott kérdés az, hogy hol válik el az ember és az újságíró. Igaz, hogy fotóriporterek kapcsán, de biztosan sokan emlékeznek mondjuk Kevin Carternek a szudáni éhező kislányról készült Pulitzer-díjas képére, amikor a Kessei ott várakozik végül is a háttérben. Ezt nyilván nem voltunk ott, tehát nem lehet pontosan tudni, vagy akár Robert Kapának a normandai partra szállásról készült klasszikusára, amik ugye etikai kérdéseket vetnek fel, hogy erről van-e véleményed, voltál-e már hasonló helyzetben? Persze is, és már mint olyan helyzetben voltam, amikor az embernek egyszerűen át kell gondolni, hogy mi az a morális határ, amit nem lép át. És sajnos láttam is nagyon sok példát a közelemben, vagy körül, magam körül egy-egy ilyen helyzetben, amikor láttam, hogy újságírók mit művelnek, akár nagy hírtévék stábtagjaként is. Az egyik ilyen nagyon-nagyon számomra megrázó élmény az volt, amikor egy nagy amerikai hírtévének a stábja, tehát akkor is éppen a gázai övezet offenzívájáról forgattunk az izraeli határon, és hát tény, hogy jöttek kasszám rakéták át időnként a mi oldalunkra, de szerintem akkor éppen egy olyan domboldalon voltunk, ahol nem volt annyira indokolt, hogy így nagyon, nagyon féljünk.
Persze az ember azért ilyenkor fölteszi a golyóálló mellényt, ha úgy érzi, vagy a sisakot. De már eleve ez, hogy fölteszem-e a golyóálló mellényt és a sisakot, szerintem egy ilyen nézői manipulációs eszköz is lehet, és sokan annak is használják. Nem tudom, hogy erre céloztál a kérdésben, vagy ilyen irányba. Tehát, hogy mit lát a néző azokból a felvételekből, amiket mi közreadunk. Mennyire manipulálható ezáltal a néző? Hát egyrészt, másrészt, hogy voltál-e olyan helyzetben, amikor ott az adott helyszínen mondjuk nem újságíróként voltál ott, hanem emberként, aki megpróbál segíteni egy másik emberen. Tehát ilyen fordult elő. Persze, hát az ember van, hogy átkapcsol emberré, és van olyan helyzet, amikor egyszerűen nem teheti meg azt, mert emberileg azt érzi, hogy ez... De hogy is, na mondjuk erre is mondok egy példát, mert nehéz ezt is így szavakba önteni. A libanoni háborúban forgattam, amikor éppen evakuálták a külföldieket a háborúból, és ilyen tömött buszokkal vitték el a családokat, akiknek kettős állampolgárságuk volt, vagy külföldiek voltak, a helyieknek maradni kellett, ők nem mentek el. Tehát önmagában ez, hogy ez egy olyan furcsa érzés, és családok búcsúzkodtak a buszoknál, és éppen egy busz indult, vagy készült indulni, amikor láttam, hogy egy hölgy és egy úr, mind a ketten idősebbek, zokogtak és búcsúzkodtak egy fiatal pártól és egy kisgyerektől, akik a buszon ültek. Egyértelmű volt, hogy valószínűleg a gyerekeknek van valami másik állampolgárság, ők mehettek, a nagyszülőknek meg maradniuk kellett. Úgyhogy nem lehetett tudni, hogy még hány hónapig tart a háború, hogy túlélik-e, stb. És hát persze, ahogy ott forgattunk, egyértelmű volt az első szemben, hogy na, oda menni és oda dugni a mikrofont az orruk alá, és leforgatni ezt a jelenetet, és aztán így rögtön így átkapcsolt az emberi énem, hogy beleértem magam, hogy mondjuk én búcsúzkodnék ott, én mit szólnék, hogyha az arcomba nyomnának egy kamerát, amikor lehet, hogy egy életre búcsúzkodnak. És itt látom azt, hogy mondjuk szerintem 10-ből 8 újságíró oda ment volna, és az arcukba dugta volna a kamerát. Mindenki maga dönti el ezekben a helyzetekben, hogy cselekszik én erre, akkor képtelen voltam. Van, aki lehet, hogy rám mondaná azt, hogy ez ilyen nem professzionális, de én egyszerűen azt éreztem, hogy ez egy olyan emberi, morális dolog, amit én nem lépek át. Persze dolgozott bennem az újságíró is, és rögtön elkezdett kattogni bennem, hogy de hogyan tudom ezt mégis úgy megörökíteni, hogy valami mégis lejöjjön ebből a szitúból a nézőknek, mert ugyanakkor meg azért vagyok itt ebben a háborúban, hogy az otthoniak megértsék, hogy itt mi zajlik, és ez egy nagyon karakteres dolog volt, és szerintem egyébként is elgondolkodtató volt, hogy a külföldieknek segített a világ, a libanoniaknak meg nem. És hát ilyenkor nagyon gyorsan kell dönteni, mert ezek a pillanatok elrohannak, és aztán, ha nem sikerül elcsípnünk őket, akkor lemaradtunk. Tehát én úgy döntöttem, hogy nem lépek oda, és hagyom őket elbúcsúzni, és miután elment a busz, akkor mentem oda ehhez a házas párhoz. Még akkor is azt éreztem, hogy ez ilyen határeset, hogy ebben a pillanatban megkérdezem őket, de úgy voltam vele, hogy fölteszek egy kérdést, ha nem, azt érzem, hogy nem nyitottak erre, akkor elhúzom a csíkot. És hát válaszoltak, és még azt is éreztem, hogy így igazából annyira ömlöttek belőlük a szavak, hogy jól esett ezt így elpanaszolni a világnak, ezt a fájdalmat. De hogy mondjam, tehát ezek olyan helyzetek, amikor nehéz ide-oda ugrálni ebben a szerepben, hogy emberként, vagy újságíróként vagy jelen. És csak, hogy egy kicsit erre a Fox News-os, na most kimondtam a tévé nevét, jó? Esetre visszatérjek, hogy nagyon, nagyon tudjuk befolyásolni a képet azáltal, hogy mi hogy viselkedünk adott helyszínen a kamera előtt, és nekem annyira megdöbbentő volt, hogy ott álltunk, és tényleg pont egy ilyen nyugis délut, szilveszter volt, tényleg, akkor volt a 31-e, és megjelent egy nagy jeep, kiszáll belőle a bezselézett hajú úriember, ilyen lazán összegyűrött világos kék kingben, farmerben, kis rabszolga viszi utána azért cuccait, meg minden, egyszer csak kiszednek egy golyóálló mellényt, belövi a séróját, fölveszi a golyóálló mellényt, és akkor elkezdi a kamerába mondani ilyen aggódó arccal, hogy éppen milyen szörnyűségek történnek, és hogy ő micsoda veszélye közepette, adja éppen azt a
tudósítást, és aztán vége a tudósításnak, kamera lekapcs, leveszi meg ilyen unott arccal a golyóállományt, behajítja a kocsiba, és kibontanak egy pezsgőt, mert hogy ugye szilveszter van. Tehát ez annyira, annyira mélyen megmarad bennem, hogy van ilyen, és éppen ezért, amikor ugye én itthon kommunikáltam a tévés, a hírszerkesztőséggel, és tehát mindig elhangzott ez a mondat, hogy honnan fogok tudósítani, lesz-e rajtam golyóállomány, stb. És hogyha nem volt indokolt, én annyira könyörögtem mindig, hogy hagyd ne legyen rajtam a mellény, mert egyszerűen, hogyha nem éreztem indokoltnak, tehát annyira könnyű átcsapni a hatásvadászatba. Ez amúgy is, szóval hogy mondjam, az, hogy nőként vagyok ott, ráadásul még egy plusz ilyen olaj a tűzre szerintem, hogy nekem annyira kellett vigyáznom, hogy nehogy ebbe átcsapjak ahhoz, hogy a hitelességemet megtartsam, hogy ez, erre mindig nagyon-nagyon odafigyeltem. De hogy mennyire vagyok jelen, most mióta a Bábel csinálom, pont az lenne a cél, hogy jobban beletegyem magam a riportokba, mert hogy ennek tulajdonképpen olyan jellege van a műsornak, ahol szerintem fontos a szubjektivitás, és az, hogy magamból is adjak. És olyan nehéz volt levetkőznöm ezt az objektivitást, amit ennyire magamba súlykoltam éveken át, hogy sőt, szerintem még most is tanulom ezt, hogy merjek megnyílni, merjen véleményem lenni a kamera előtt, hogy érdekes látni, hogy ez szinte így belémivódott a híradós évek alatt. Picit megfordítva, olyan volt, hogy bárkit a jelenléted vagy a riportod bajba sodort vagy sodorhatott volna? Sajnos volt, és ezt is saját tapasztalat alapján tanulja meg az ember. Ezt először Szudánban éltem át, amikor Dél-Szudánba forgattunk, egy Dzsuba nevű városban, és éppen akkor született tűzszüneti egyezmény Észak és Dél között, és Dzsubát úgy kell elképzelni, hogy egy kis enklávé volt Dél-Szudánban, ahol tulajdonképpen az északiak fennhatóság alá tartozó város volt, és évtizedeken át körbe volt aknásítva, és egy helikopterekről, repülőkről dobták le nekik az utánpótlást. Egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú, feszült háborús helyzet után voltunk, és az egész városon látszott, hogy kezd életre kelni. Már kimertek menni az emberek az utcára, már mertek beszélni arról, hogy mi történik, reményteli volt mindenki, és ott volt, ebben a történelmi helyzetben forgattunk, és ott volt az, hogy eleve én a Vöröskereszttel mentem ki, ami adott egy plusz nehézséget, ugyanis amikor az ember humanitárius szervezettel utazik, akkor ezt figyelembe kell, hogy vegye, hogy annak a szervezetnek ott dolgozói vannak, akiknek nagyon fontos a pártatlanság. Amint valamelyik fél irányába elhajlik a szervezet, akkor megtámadja őket az a fél, aminek ez nem annyira tetszik. Jó, ezt most nagyon leegyszerűsítve mondtam, de szerintem értitek, hogy miről van szó. És éppen ezért amúgy is nagyon figyelni kellett arra, hogy milyen politikai témákat merek én felhozni, főleg úgy, amikor kísérletükben volt a Vöröskereszt kísérletében. Tehát nagyon figyeltem arra, hogy amikor felhozok ilyen témákat, ne legyen körülöttem vöröskeresztes. Hát éppen nem volt körülöttem vöröskeresztes, amikor egy templomudvarba sétáltunk, és ott egy papbácsival találkoztunk, és hát annyira megörült, hogy úristen, magyar tévéstáb, hát hogy kerülünk mi oda, és elkezdett mesélni arról, hogy mi volt évtizedeken át, és hogy milyen szörnyűségek történtek a városban, és hogy milyen jó, hogy most már nyugalom lesz, és mennyire reménykedik a békében, és hogy mennyien meghaltak, értelmetlen, stb. És tényleg egy annyira jó beszélgetés és riport volt, vagy ilyen interjú, hogy teljesen felvillanyozódva indultam el, amikor észrevettem, hogy az egyik vöröskeresztes valahogy oda keveredett, és hallgatta az interjút, és aztán, amikor már elsétáltunk, onnan mondta, hogy ezt tudod, hogy most írtad alá a halálos ítéletét ennek az embernek. És hát tulajdonképpen, amit én nem gondoltam végig, és ami sajnos valószínűleg tényleg igaz volt, hogy annyira friss volt a béke, hogy igazából sok volt még a bizonytalanság. És azt mondta, hogy nagyon sok besugó van még az egész városban, akik a délieknek dolgoznak, és ezért senki nincs biztonságban. És azáltal, hogy ez a pap ilyeneket mondott, hogy ez bárki által visszajut, akkor lehet, hogy holnap ezt a bácsit le fogják lőni. És szörnyű volt, tehát én napokon át nem tudtam aludni, annyira furdalt a lelkiismeret, nem lehetett
visszacsinálni ezt a dolgot. De nagyon-nagyon-nagyon megtanította arra, hogy mennyire számít az, hogy tényleg kivel, milyen helyzetben. Tehát sajnos az újságírók sokszor már azzal veszélybe tudnak sodorni embereket, ha hozzájuk szólnak, és megkérdezik őket. És ezt aztán számtalan más szituációban is tapasztaltam, és mindig próbáltam erre odafigyelni. Afganisztánban, hogyha te megjelensz valahol egy kamerával, akkor nagyon jó eséllyel veszélybe sodrod azokat is, akikről forgatsz, és ezért ott is nagyon-nagyon körültekintően és óvatosan kellett megválogatni azokat az embereket, akikkel szóba álltunk, mert sajnos a tálibok bosszújától lehetett mindig tartani, tehát önmagában azért, mert hogy szóba álltak velünk. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz dolog, és sokszor nagyon nehéz ezzel a lelkiismerettel dolgozni, és erre odafigyelni, és persze, hál' Istennek én nem tudok olyanról, hogy bárkit miattam inzultusért volna, és nagyon remélem, hogy nem történt így, de mondom, hogy ez azért egy olyan felelősség, ami nagyon tudja nyomasztani az embert. Vége felé talán egy picit hatásvadász kérdés, de hogy láttál-e bárkit megsebesülni, vagy elesni, akit ismertél, vagy egyáltalán csak egy kolléga volt, még a személyesen nem is ismerted, és ha igen, akkor ezt hogy lehet feldolgozni? Szerencsére a szemem előtt abszolút nem történt ilyen, hogy valaki kollégám meghalt volna. Olyan sajnos történt, hogy akit ismertem, az elhunyt később. A James Foley-t, akit most végeztek ki, és erről a videóról sajnos ugye nagyon sokat lehetett hallani mostanában, ez az úgymond lefejezéses videó. Hogy mondjam, ezt nagyon nehéz feldolgozni. Egyébként pont Líbiában találkoztam James Foley-val, amikor kiszabadult az első fogságából, ugyanis ott is elfogták, ott a kadafista kormányerők, és aztán másfél hónapig volt bezárva, és én azután találkoztam vele a szállodában, miután kiszabadult, és hát érdekes volt, hogy így abszolút nem tántorította el ez a csekélység, hogy másfél hónapig be volt börtönözve és fogva tartották, és mondta, hogy hát jó, lehet, hogy hazamegy, és letudja a kötelező köröket, de jön vissza tudósítani. És mikor meghallottam most nyáron, hogy mi történt vele, én hallottam, amikor elfogták őt, és két éven át én is nagyon szorítottam neki, hogy a családjával együtt éreztem, hogy kiszabaduljon, és nagyon, nagyon megrázó hallani azt, hogy valaki egyrészt hasonló terepeken dolgozott, és hasonló helyzetekben volt, és személyesen is ismertett, hogy ez történik vele. Tényleg nehéz. Igazából szerintem önmagában ez nem rettenti el azt, aki ilyen helyekre jár, mert a halállal sajnos ebben a szakmában valamilyen szinten szembesülni kell. Talán óvatosságra inti ez a szakmabelieket, és felhoz olyan fontos dolgokat, amikről igenis beszélni kell, és amikről sajnos nem nagyon beszélnek szerintem nagyon sokan. Kelet-Európa, Közép-Európa országaiban, hogy nagyon sokszor úgy mennek ki az újságírók ilyen helyekre, hogy abszolút nincsenek felkészítve, nem végeztek el még egy alapfokú egészségügyi vagy elsősegélynyújtó tanfolyamot sem, nem feltétlenül vannak olyan felszereléseik, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy így utólag visszagondolva, amikor az első ilyen klasszikus értelmevet háborúban dolgoztam, nekem se volt golyóálló mellényem, és úgy kaptunk kölcsön egy ilyen Zoll feliratú, másfél kilós, elég nevetséges mellényt kollégáktól, mikor kiindultunk, és hát az inkább ilyen pszichés dolognak volt, hogy az ott lógott rajtunk, bár vérciki volt, amikor ott körbenéztem, és mindenki ilyen halálprofil, 4-es fokozatú, 20 kilós golyóálló mellényekben pressz feliratta. És akkor utána beszéltem a főnökömmel a tévébe, és készítettek nekünk is golyóálló mellényt, tehát most már van rendes golyóálló mellényünk. De tény, hogy ennek ellenére, tehát nincs mögöttünk az a fajta infrastruktúra, mint például a CNN-nek, hogy 24 órás hotline biztonságpolitikai szakértőkkel, akiket bármikor felhívhatnak, hogy egy tippet adjanak, hogy éjszaknak vagy délnek induljanak el, vagy adott esetben van pénz arra, hogy bodyguardokat béreljenek. Tehát
ezek mind olyan szépen rangoznak, de hát mi úgymond mezitlábasan dolgoztunk mindig. És ezért sokszor tényleg a szerencsének volt köszönhető, hogy megúsztunk egy-egy ilyen helyzetet. És szerintem több hangsúlyt kell arra fektetni a jövőben, hogy az ilyen helyekre, ilyen helyeken dolgozó újságírókat igenis felkészítsék, tisztában legyenek akár fegyverzettel, amit abban a konfliktusban használhatnak, tisztában legyenek nagyon sok mindennel, és legyen megfelelő védőfelszerelésük, mert sajnos tényleg ezekkel a feltételekkel is nagyon sok veszély leselkedik az újságírókra. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi néhány évben kifejezett célponttá váltak az újságírók. Tehát még régen az volt a cél, hogy nagy pressz felirattal megmutassuk, hogy mi sajtósok vagyunk, ránk ne lőjetek. Most pont azért kerülünk veszélybe, mert sajtósok vagyunk. És éppen ezért ez egy újfajta hozzáállást igényel szerintem az újságírók részéről is, hogy minél inkább beolvadni és low profile, ahogy az angolban mondják. De hát remélem, hogy nem lesznek ilyen tragédiák, és nagyon örülök annak, hogy szerencsére magyar újságíró még nem került ilyen helyzetbe. Az utolsó előtti kérdésemként egy picit más vizekre elvezve a Bábel kapcsán, hogy azért ott is nagyon sok érdekes téma merült föl már, és nem feltétlenül veszélytelen közegekben, hogy mondjuk egyet kiemelve például, amikor Las Vegasban a föld alatti csatornahálózatban visszahúzódó kolóniákról tudósítottál, hogy például egy ilyen témával milyen üzenetet szeretnél átadni a nézőknek? Igen, a Bábelre két dolog úgy szerintem jellemző. Egyrészt nagyon sokszor olyan borúsnak tűnő témákat választunk, ezt már egyszer megkaptuk, mindig olyan szomorú történeteket dolgozom fel. És akkor én visszakérdeztem, hogy de hát alapvetően neked ez volt az üzenete ennek a történetnek? Tehát szomorú voltál a végén? És hogyha végignézzük a Bábel történeteit, szerintem valami pozitív kicsengése mindig van. Legalábbis nekem mindig az a célom, hogy akármilyen megrázó az emberi történet, vagy az a sors, valahol valami pozitívat mondjon a végén. És nekem a föld alatt élő, úgynevezett vakond embereknek a története azért volt valahol, nem is tudom, szóval nagyon-nagyon megrázó és valahol nagyon felemelő is egybe, mert ezek az emberek valahol olyan szinten a társadalom periférián élnek, és mégis, ahogy ott voltunk velük és beszélgettünk, a legembertelenebb körülmények között is képesek voltak feltalálni magukat, olyan körülményeket próbálni biztosítani maguknak, amelyekről szerintem azt gondolnánk mi, hogy ha két napot kéne ott töltenünk, akkor biztos, hogy belehalnánk. És mégis képesek voltak úgy túlélni a hétköznapokat, és mosolyogni, és szeretni egymást. Ugye volt egy házas pár, akik annyira elképesztőek voltak. Tehát a pasi elmondta, hogy nem is az a legnagyobb baj, hogy a csatornában élnek, hanem az, hogy tele van fekete özvegyel a csatorna, és ezért gyakran megcsípik őket. És az életükben egyszer kaphatnak erre ellenszert, mert hogy többször kapnak, akkor meghalnak magától az ellenszertől. És ezért többször megcsípte őket már a fekete özvegy, és minden alkalommal van egy ilyen hatása ezeknek a csípéseknek, hogy minden egyes alkalommal egyre betegebb tőle az ember. És mondta, hogy egyszer annyira rosszul volt, hogy majdnem biztos volt benne, hogy meghal, de mégse kérte ellenszert, mert úgy volt vele, hogy még csak 42 éves, lehet, hogy 70 éves koráig ott fog élni a csatornában, és inkább későbbre tartogatja ezt a lehetőséget, amikor már sokkal gyengébb a szíve. És na, akkor egyébként majdnem átvált, tehát akkor majdnem elbüktem magam. Nem sokszor volt ilyen, de akkor nagyon nehéz volt visszatartanom a könnyét, mert szerintem Ez az egy mondat, ebben úgy benne volt az egész története. És itt volt ez a fickó, aki a szerelmével éltek oda lenni, és azt mondták, hogy de ők még mindig ezt választják, hogy itt élnek, mint hogy fölmenjenek hajléktalan szállóra, mert hogy ott külön választották a nőket és a férfiakat, és ők nem akarnak külön lenni. És egy olyan hangulatú beszélgetés volt, ahogy ott ültünk az ágyukon, és néztem jobbra-balra, igen, ott
Azt hiszem, hogy jobban féltem, mint egy-egy háborúzónában. A rovaroktól egyébként is rettegek, de a nő éppen akkor közölte, hogy őt egyébként aznap csípte meg ott lenne egy fekete özvegy, úgyhogy nagy örömmel ültem ott a kanapén, és hát inkább ez egy ilyen francia egyszerű matrac volt, és annyira szégyeltem magam, hogy félek, hogy ők itt élnek, én meg lent vagyok egy pár órát, és ezt érzem. Na mindegy, és olyan derű, és olyan ilyen humor, egy picit fekete humor áradt abból a két emberből, ahogy megmutatták, hogy rajzoltak zsírkrétával egy ablakot ott a lenti falsorra, és akkor oda rajzoltak egy kutyát, és elnevezték a kutyát, meg a barátukat, egy kis autót, és akkor így az volt a kertjük, és ilyen büszkén mutatták, hogy itt a kertünk. Tehát miközben ők is látták ennek az egésznek így a fonákját, szóval szerintem nagyon el vagyunk mi kényelmesedve itthon, és nagyon sokan panaszkodunk, és észreveszem magam is. Tehát én azt hiszem, hogy a magyar nép az átlagnál is panaszkodóbb típusú, és ezt én magamat is belesorolom ebben, mert észreveszem, hogy sokszor rám is hat az, hogy és elkezdek így sohajtani, és akkor én mit sohajtozok? És tényleg így már a családtagjaimra is rászólok, hogy ne sohajtozzál, nincs okot sohajtozni, és tényleg hajlamosak vagyunk így kis dolgokon is annyira kiborulni, és azért jó szerintem ilyen történeteket bemutatni, meg megnézni, mert az ember elgondolkodik, hogy tényleg kell-e azon bosszankodni, hogy most bombariadó volt a hármas metrón, és most busszal kell menni valahova, vagy olyan dolgokon, hogy hát igen, ezt most nem engedhetem meg magamnak, mert sokba kerül, és akkor majd a következő havi fizetésemből veszem meg. Szóval szerintem sokszor érdemes lenne egy nagy lépést hátra tenni, és úgy nézni az életünket és a problémáinkat, és rájönnénk, hogy milyen jó nekünk. Nagyon szépen köszönjük, Hesna, hogy itt voltál velünk. Nektek is, hogy eljöttetek. És hát várunk benneteket a jövő héten is. Akkor egy hagyományos vírusestel. Köszönjük szépen Algói Hesnának. Én is köszönöm.